Gödöllőre jártam a Török Ignác gimnáziumba és óvónői szakközépiskolába, akkor még voltak óvónők, most már nincsenek, csak gimnázium van, és ott egy egészen kiváló matematika tanárnőm volt, Vancsó Imréné. Engem előtte a matematika különösebben nem érdekelt, én a történelmet szerettem, de amikor bekerültem első gimnáziumba, akkor még ugye 4 osztályos gimnázium, tehát 14 évesen, annyira magával ragadó volt az ő személyisége és az ő órái, és a matematika is természetesen, hogy úgy döntöttem, hogy én ezt fogom csinálni. Hát jártam tanulmányi versenyekre, és a sikerült az első 10-be bekerülnöm a 4. évben, és így fölvettek felvételi nélkül, és az ELTE-re mentem matematikus szakra. Az elmélet érdekelt jobban, nem annyira az, hogy ezt kamatoztassam valami más területen. Amikor 5. éves lettem, jártam egy kurzusra Gerencsér Lászlóhoz, pénzügyi matematikát, az a valószínűségszámítás egy részterülete, és ő akkor el akart indítani egy ilyen csoportot a STAKI-ban, a Számítástechnikai Kutatóintézetben, és felajánlotta, hogy dolgozzak a csoportjában is. Ha ez nem így történik, akkor lehet, hogy halmazelmélettel foglalkozom. Kiderült, hogy ez a pénzügyi matematika túlságosan új, és nehéz itthon megtanulni, mert nincs olyan, aki ebben mélyen benne lenne, és Besançon városába, a svájci határtól nem messze jártam ki tanulni, ott Yuri Kabanov volt a témavezetőm. A franciák nevezetesek arról, hogy van egy saját valószínűségszámítási iskolájuk, nagyon sokan foglalkoztak ott valószínűségszámítással, és én ezt is valamennyire megismerhettem, meg hát a témavezetőm orosz volt, aki a szintén nagyon erős orosz iskolát hozta, és én mind a kettőnek láttam így a képviselőit, és ez sokat jelentett. A doktorit a szerződésnek megfelelően Besançonban védtem meg, aztán más lehetőségek adódtak, fölajánlotta egy bécsi professzor, Walter Schachermeier, aki ennek a pénzügyi matematikai területnek az egyik legismertebb figurája, fölajánlotta, hogy dolgozzak a csoportjába, és akkor félállásban én Bécsben dolgoztam. 1 hetet Bécsben dolgoztam, 1 hetet a STAKI-ban dolgoztam Budapesten, meg akkor kezdtem már tanítani a doktori után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az informatikai karán is. Természetesen szakmailag az a bécsi kintlét nagyon sokat jelentett, ott nagyon sokat lehetett tanulni, és tanultam is, megírtam vele közösen jó cikkeket. Az Edinburgh-i Egyetemen hirdettek egy állást, pont nekem valót, föl is vettek. Én voltam az egyik, aki ott az előadásokat megtartotta. 4 évet töltöttünk ott, 2013-ban jöttünk vissza. Hát sokat tanultam, hogy hogyan működik az oktatás egy brit egyetemen, hogyan kell disszertációkat témavezetni. Aztán el kellett döntenünk, hogy mi a kedvezőbb a gyereknek, gyerekeknek, hát most már azóta van 2. lányom is, hogy hol éljünk, és végül úgy döntöttünk, hogy hazatelepszünk, és erre lehetőség is nyílt, mert a Rényiben kaptam állást. Hát itt az intézetben a pénzügyi matematika a fő témám. Nyertem is egy lendületpályázatot 2015-ben, és így sikerült egy kisebb csoportot létrehozni. Olyan technológiai forradalom zajlik a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy ebből nem lehet teljesen kimaradni, ha valaki valószínűségszámítással foglalkozik. Én már korábban elkezdtem mesterséges intelligenciához kapcsolódó matematikával foglalkozni, még pont azelőtt, hogy ez ekkora divat lett, mert a pénzügyi matematikában vetődtek fel olyan kérdések, amikhez erre szükség volt, és hát most pedig már a pénzügyi matematika félig gépi tanulás és mesterséges intelligenciává vált, tehát nem lehet kikerülni ezt a területet. Sok algoritmust használnak a gépi tanulásban, aminek a háttere eléggé tisztázatlan, és itt rendet tenni, igazából ez matematikusoknak való feladat és jó feladat, és ezt sokan csinálják, és én is tervezem. És sokat zongoráztam régen. Néha most is odaugrok, most már majd inkább a lányaim. Én klasszikus zongorázást csináltam, még versenyekre is jártam belőle, nyertem is. 16 évig tanultam zongorázni, és nagyon szerettem csinálni.
orgonáltam is, nekem római katolikus kántori képzettségem van, tehát én kisegítettem kántorként is. Tehát van az, hogy az ember mit dolgozik, meg van az, hogy az ember micsoda. Hát én egy zenész vagyok, aki matematikusként dolgozik, de ezt nem kell az igazgatónak megmondani.